Üdvözlök mindenkit a Videodrom filmes csatornán, Dario Argento karrierjét tekintenénk át, és elérkeztünk az 1985-ös Fenomena című filmhez. Ha a rendező azon időszakát nézzük, amikor a legtöbb klasszikust készítette, akkor talán ezek közül a Fenomenát érte a legtöbb kritika. Pedig állítólag a mester kedvenc filmje saját alkotásai közül. Nos, valószínűleg ez a kettősség annak köszönhető, hogy Argento ezzel a filmmel valami egészen újat akart mutatni. Természetesen rendezői eszközei közül nagyon sokat megtartott, de valószínűleg már az alapsztorival sok rajongót meglepett. No de miért lehet a Fenomena Argento kedvenc filmje rendezései közül? Ekkortájban jellemző volt a rendezőre, hogy igen személyes alkotásokat készít. Kezdve a Tenebrével, folytatva a Fenomenával, végül betetőzze az operával. Természetesen egy ennyire markáns direktor esetében minden filmjének vannak bizonyos személyes vonatkozásai, de ennél a három filmnél különösen feltűnő. Emellett talán ami a Fenomena egyik legnagyobb újdonsága, hogy tulajdonképpen egy mesefilm. Ha valaki esetleg nem ismeri az alkotást, akkor most megijedhet, hogy te atya úristen Argento mesefilmet rendezett. Nos nem kell megijedni, természetesen mindezt tette olyan stílusban, ami rá jellemző. Nyilván, hogyha valaki csak a száraz alapot nézi, akkor azt mondja, hogy a Fenomena egy horrorfilm. De ha kicsit a dolgok mögé nézünk, akkor láthatjuk a meseszerű felépítést, illetve a meseszerű alapokat. Bár ha visszagondolunk gyerekkorunkra, akkor azt azért el kell ismerni, hogy annak idején a Grimm mesék sem feltétlen azok a cukormázas sztorik voltak. Argento az alapot nagyon hasonlóan képzelte el egy Grimm meséhez, természetesen felturbózva a rá jellemző rendezői eszközökkel. A történet annyi, hogy Jennifer Connelly karakterét apja elküldi egy svájci bentlakásos lányiskolába. Nem csak maga az iskola, illetve Jennifer nagyon különleges, hanem még egy sorozatgyilkos is tevékenykedik a háttérben. Azonban Jennifernek van egy különleges képessége, melynek segítségével hamarosan a gyilkos nyomába ered. Nos így az alapsztori tekintetében akár mondhatnánk azt is, hogy ez nem is annyira meseszerű. Valóban így ennyire lecsupaszítva nem az, de hogyha a körítést is hozzávesszük, akkor már sokkal inkább. Eleve szerintem a mű tökéletes befogadásához elkerülhetetlen, hogy ne úgy nézzünk rá, mint egyfajta tündérmesére. Persze a rendező rengeteg dologgal segít nekünk és megadja a meseszerű érzést. Bár az kétségtelen, hogyha valami nagyon komoly, vérbetocsogó horrorra számítunk, akkor lehet, hogy csalódni fogunk. Tulajdonképpen már a film kezdő, meglehetősen horrisztikus jelenete is utal bizonyos természet felettire. Ráadásul akárcsak a sóhajok, illetve az Inferno esetében itt is egyfajta misztikus hangulatot alakít ki a rendező. Számomra külön pozitívum volt, hogy ebben a szürreális mesében is meg tudja Argento mutatni, hogy mennyire zseniális rendező volt technikailag a 70-es-80-as években. Erre talán a legjobb példa az alvajárásos jelenet, illetve az épület bemutatása. Na most általában az orosz horrorfilmek egyik gyenge pontja a színészgárda. Meglepő módon ez ennél az alkotásnál nem így van. Bár az kétségtelen, hogy Argentónál mindig is fontos része volt a történetnek a központi női karakter, de talán itt a legdominánsabb. És annak ellenére, hogy Jennifer Connelly itt még nagyon fiatal, tökéletesen megbirkózik a szereppel. Sőt, tovább megyek, a mű bizonyos pontjain úgy éreztem, hogy főszereplőnk karaktere, személyisége érdekesebb is, mint hogy megtudjuk, hogy mi is történik a háttérben. Mondjuk az is kétségtelen, hogy a rendező karrierje során most ruházza fel a legtöbb különleges és érdekes jellemvonással központi karakterét. És ha már erről beszélünk, akkor mindenképpen érdemes megemlítenünk, hogy a főszereplőnk útja sem egyszerű. Az sem olyan egyértelmű, hogy az ő különleges képességei mennyire pozitívak, illetve negatívak. Minden esetre a végső harchoz egy teljes metaforikus megtisztulásra van szüksége. Ezzel nagyjából el is érkeztünk a film végéhez. Nos, nem szeretek ilyeneket mondani, de a Fenomenának a vége konkrétan fejbevágja a nézőt. És itt nem egyszerű csapásról van szó, hanem kb. Fél órán keresztül tartó püfölésről. Azok után, hogy magának a filmnek van egyfajta misztikus felépítése, és kapunk néhány félelmetes, nyomasztó jelenetet, egészen meglepő a végén lévő csavar. Ráadásul valamilyen szinten erre a befejezésre is igaz, hogy egyfajta dupla csavar tartalmaz. Annak idején a Deep Red esetében mondtam, hogy annak a lezárása egészen fantasztikus. Nos, ez a Fenomenára is igaz, mindez úgy, hogy Argento még mindig megmarad a felépített misztikus tündérmese keretein belül.
Persze itt már elengedhetetlen, hogy találkozzunk néhány horror elemmel, de ha belegondolunk, semmi olyat nem láthatunk, ami nincs leírva egy Grimm mesében. Amit még megemlítenék a filmmel kapcsolatban, hogy természetesen ez is nagyszerűen van fényképezve, és a speciális effektusok is remekül működnek. De talán azt mondanám, hogy ennek a filmnek a legpozitívabb pontja a hangulat. Ha mindenképpen negatívumot kéne keresnem, akkor azt mondanám, hogy néhány betétdalt ebben az esetben Argento nagyon nem talált el. A rendezőnél az is elengedhetetlen, hogy valamilyen szinten ne menjünk bele, hogy a filmnek milyen mélyebb értelmezései lehetnek. Mindenesetre én senkinek nem szeretném megmondani, hogy mit gondoljon, de azért bizonyos metaforákra érdemes odafigyelni. Elég csak arra gondolnunk, hogy a film hogy mutatja be a családot, illetve azt, hogy a két gyermek karakterre milyen hatással van az, ami történik velük a filmben. Véleményem szerint a Fenomena Argento egyik legkülönlegesebb filmje, még ha nem is a legjobb. A filmtörténelemben többen is próbálkoztak a horror, illetve a mese műfaj valamilyen szinten való vegyítésével. Nos, azt gondolom, hogy a tökéletes eredményhez talán Argentónak sikerült a legközelebb jutnia. Én a magam részéről a filmet 80%-ra értékelném, és mindenkinek javaslom a megtekintést. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!